Jarosiko mindenkinek egy újabb videó van, és ebben a vidiben hát nem az eddig megszokott MMO-kat vagy MMO-kkal szeretnék játszani, hanem most egy kicsit az egyik régi kedvenc nevezhetem még kedvenc játékomnak, az APB Reloaded-del szeretnék játszani, meg nektek már amennyire bemutatni, bár ez attól függ, hogy kinek lesz új vagy épp nem új a game. Pontosan mikor adták ki, azt nem tudom, nagyon tudok, hogy már több mint 15 éves a játék, ergo, tehát valami 2000 után egy kicsivel. Amit tudni kell róla, hogy hasonlít a GTA-hoz. Két frakció van a játékon belül, kriminálok és rendőrök. Én most kriminálokkal léptem be, mivel, vagyis a kriminál karimmal léptem be. Ezek közül is a kisebbel. Azért betekintést nyerjetek abba, hogy milyen, amikor új karit kezdetek, vagy ne talán elkezditek csak magát a játékot. És még az azért jöttem ezzel, mert ugyebár úgy van megoldva a szerver, hogy van több pálya, de mindegyik pályára 40 rendőr és 40 kriminál léphet be, és mivel a zsaruk oldal tele volt, így maradtunk most a bűnözőkkel. A bűnözőket így kezdetben azért nem ajánlom, ha missziózni akartok, mert nagyon sok troll van a bűnözők oldalán. Remélem, hogy ebbe a videóban nem lesz szerencsénk hozzájuk. Akik olyan T-betűvel vannak, mint az az emberke ott, ugyanis csinálnak egy új felhasználót, belépnek, majd az lelkedet is kitrollkodják csak azért, hogy elmenjen a kedved a game-től. Na, de akkor csapjunk is bele. Még amit tudni kell róla, hogy vannak NPC-k, akiknél, még akkor már ezt is megmutatom, fegyvereket lehet kilokkolni, én alapfegyverre rohangálok, természetesen itt is tudtok venni külön fegyvereket, külön úgymond fizetős fegyvereket, tehát ezt úgy értem, hogy az ilyen emberként tudjátok kilokkolni a fegyókat. Berakjátok azt, hogy Pledge to Double B, vagy Pledge to épp amelyiknél akarjátok, de ez azt hiszem nekem ő maxos, nem? Igen, ő max level, igen. Ő alapból, akit megkaptok kimaxolva. És akkor itt van egy másik, akinek nincsen kimaxolva. Appá, azt ellöktük. Nézzük nála, már tudunk ilyen kis géppuskát ki lokkolni, shotgun-t, snipert, félautomata snipert, nagypapát és entek, azaz alkát. A fegyvereknek nincs meg az eredeti nevük, kitalált neveket kaptak. Igen, mindjárt berakjuk magunkat misszióba, köszönöm szépen. És miután egy ilyen NPC-nél bepledzseltetek úgymond, tehát kiválasztjátok és akkor pledge to XY, utána megnyomjátok a K betűt és úgymond beredisztek. És már minket be is dobott egy misszióba. Ilyenkor kaptak egy missziót, a misszióban annyi az élvezetes, szerintem, és szerintem ez egy kicsit azért egyedi, hogy nem tud akármilyen lökött ember lelőni titeket, csak a misszióban levő társaitok, vagy épp a misszióban levő ellenfeleitek tudnak titeket sebezni. Ami szerintem egy pozitívum a játékon belül, tehát nincs az, hogy jön egy no-name emberké és lelő a fenébe, mert ki úgy van kedve. Na, eddig eléggé meglepő, hogy a kriminál társaim azért tudnak is valamit. Játék, hogy látjátok, nem egy mostani, tehát a kocsik legtöbbi azért nem egy mostani BMW meg Mercedes kollekcióból áll, de mindig vannak benne újítások, ugyanis próbálnak ők is lépést tartani, de ennek ellenére én azt mondom, hogy nem kell rontani a gémet, mivel megvan mindennek a helye, ideje, szóval kellenek a bizonyos kocsik, a bizonyos játéknak az úgymond vagy játék élményének a megtartásához. Hol vagytok? Már ezt nem szeretném, nem ott megy kocsival. És éppen látjátok, ez a mini térképen pirosra jelzi az ellenfél kocsikat, és piros háromszöge jelzi magát az ellenfelet, a játékost.
Őket általában akkor látjátok, ha netalán látjátok is szemtől szembe, vagy ha lőnek, zajonganak, ugyebár nagy zaj csapnak. Jó, sikerült lelőni. Oké. És látjátok, most ebben az esetben védenünk kell ezt a pontot a rendőröktől. Ugyanis ezt most meg akarva és úgymond nyomozniuk kellene, ha engedjük. Ó, ne! Nehogy ellőj. Hát előtt a másik. A játékon belül vannak szintek, a szinteknek megfelelően tudsz berakni modifikációkat, ezek lehetnek, hogy gyorsabban healelődsz, több HP-d van úgymond, ne menj már el a kocsival, bolonduljál meg. Jó van, megcsinálták. Mikor megcsinálják, akkor kaptak egy újabb pontot úgymond. Ugyanis most nem tudom megmutatni, de itt fent a jobb felső sarokban látjátok a nevét, Karcsek, nem, Karthek Ares, és pont alatta van egy olyan, hogy 4/7. Ugyanis a misszióknak vannak részeik. És bizonyos részekre osztva működik a játékon belüli elosztás. Tehát ez úgy van, hogy tegyük fel, a még most 4/7, ha őket meg tudjuk hamarabb állítani, mint hogy elérjük a 7-es stage-et, akkor mi nyertünk. Ha meg egészen a 7-es stage-ig úgymond ők nyernek, de a 7-et mi nyerjük, akkor is mi nyertünk. A különbség, hogy minél magasabb stage-en nyersz vagy vesztesz, annál több pénzt kapsz a misszióból. Ergo, szóval megéri. Azért minél tovább, és nincsen gránátunk. Ó, hogy bolond. Jó van. Itt az jó lesz így. Körbe jönnek. Bolondulj meg. Ó, bakker. És jöhetnek itt körbe is. Nem. Ez kicsit szarügy. Csinálták. Hát jó. Vannak többfajta gránátok a játékban, van az ilyen, bár szerintem aki játszott már Rainbow Six Siege-el, azt mondjában ismeri ezeket, az instant robbanó, amikor érintkezik valamivel, és a visszaszámlálós. Ezeket szerintem nem kell annyira be, ó, ez ég. Én azt hiszem, hogy túl előre dicsértem a társaimat, mert most valahogy nem nyerünk annyira. Ami még, na, érdekesség, hogyha a kriminállal vagy, akkor úgy is tudsz pénzt szerezni, hogy nem arra megyünk, haver, hogy szétlőd a kocsit, hogy nem missziókat csinálsz, hanem rabolsz. Tulajdonképpen kirabolod az ilyen, ó, bakker. Üzleteket. De gyorsan megcsináltad, hogy akadjon meg a levegő a torkodon. Mondjuk okát az ilyen misszióknál nem látom annak, hogy így megállj és lövöldözzé össze-vissza, amikor védened kell, mert értitek? És tényleg egy játékos kilépett. Az kettő. És hol lehet itt lemenni? Itt, jó. És akkor kb. Ez az, amit tudni kell a játékról, hogy egy ilyen... Hát végül is a történet annyi lenne, hogy a városban vannak a rendőrök, a kriminálok, bűnözők úgymond, és mind a két frakció a maga módján szeretne úgymond igazságot szolgáltatni, ugyanis na. A kriminálok úgymond ők képviselik az embereket,
Még a rendőrök ugyebár az embereket védenék, és mindenkinek más okból kifolyólag lenne ez a védé... Lelőttem? Nem. Ó. Védés ugyebár. De hát na. Bár a trailere az eléggé egyedi. És akkor most jutottunk el az utolsó stagehez, 7x7, 3 pontot kell megtartani, vagy minél tovább tartani, ezekért cserébe kapunk pontot, és akinek hamarabb eléri a maximális pontszámot, itt fent van jobb oldalt a két csík, Team Hold Points meg Remi Hold Points, amelyik hamarabb betöltődik, az a csapat nyer, vagy amennyiben lejár ez a 9 perc és 20 másodperc, amelyik csapatnak van a legtöbb pontja, az nyer. Szerintem egyszerű megérteni a missziókat, nem nehezek, nem valami túlcsicsás. A legtöbb az kb. Két pontra oszlik, támadsz vagy védesz. Kijöjjön a VIP-t, úgymond, amikor van egy VIP, akit le kell lőni, még a másik csapat meg kell védje a VIP-ját, úgymond. Tehát na, az, amit tényleg ilyen nyílt PvP-s, na. Nem annyira támadsz, védesz, hanem lövöldözöl, ergo. De a legtöbb az mind ilyen, a hekkelésnél egyik csapat véd, a másik csapat támad, egyik csapat izé, másik csapat izé, tehát így nagyon jó. Ez is nagyon jó. Honnan láttál meg? Jó, felmásztál, bolonduljál meg. Hát én azt mondom, hogy olyan istenítettem a csapatomat a legelején, nem mint hogy én sokkal jobb lennék, mert azért egy négyen én se. Vagánykodnék, de hát... na. Rég játszottunk mi ezzel. Attól még szeretem a játékot, ők nem azért játszom, mert a fűde izémániás vagyok, meg nyerni akarok, meg... Ha lenne alkám, bezzeg. Aha, aha. Persze, már shotgunnal. Sem látom. És nincs gránátom, de miért nincs gránátom? Nem csinálta meg a tutoriált? Amúgy a gránátot sajnos tutoriálból kapjátok, srácok, szóval nem csináltok meg, akkor nincs gránátatok, ergo. De hát na. Most el kell viselni. Hogy nincs. Itt van fent amúgy a tetőn elméletileg ezen a konténeres valamin az emberkénk. És már itt jön hátul a másik. De hátba lő! De minden irányból lőnek! De mondom! Én mondom nektek, hát... ez lúd lesz. Nem az a lényeg amúgy. Hogy ez is jó fegyver, amit alapból ad a játék, ez is piszok jó, de... ilyen közép és kb. Kis távolságra, az ilyen 85 távolságra már nem annyira ajánlott. Jöjj, te itt vagy fent a hídon, csak tudnám, hogy téged miért nem lőtt ki még eddig senki. Aha. Tudja, hogy itt vagyok. Valahonnan tudta. Tényleg nézze már meg ti, izé. Ja, hogy klán el, jó van, akkor mindegy, a klán ellen játszunk, akkor nem annyira izgat. De amúgy az engem érdekel, hogy miért nem megy fel senki ezután a... kösz. Az izére. Miért nem megy fel senki arra, hogy is mondják rá? Hídra.
Ez engem nagyon érdekelne, srácok, hogy az onnan lövöldöz, de mi nem megyünk fel a hídra. Miért nem megyünk fel a hídra leszedni onnan? Még itt volt fent a hídon valahol. Mint olyan szar helyem van. Az baj, hogy az ő fegyvere jobb, mint az enyém távra. De hülye vagyok én is. Jó. És nem tudok leugrani. Nagyon kellett volna. A másik kilépett, jó. És akkor vesztettünk. Nem baj, nyomunk egy másikat, ez nem probléma. És akkor kb. Ennyiből áll egy misszió. Jó. Missziók többnyire könnyűk, nem nehezek. Általában a játékosok szabják meg azt, hogy mennyire könnyű vagy épp nehéz egy misszió. Ami érdekel, megint klánel. De álljatok már! Öcsém. Hát ilyen fél klán ellen vagyunk, jó van. Ezt is megcsinálták. Állj már félre a tragacsoddal, bakker. Hát erre nem dobsz annyira gránátot. Haver. Miért van nekem ilyen szerencse, hogy mindig az én irányomból jönnek ezek a szerencsétlenek? És hogy kell itt írni? Teambe, faszomba. Na mindegy, mindjárt rájövünk. Te is shotgunnal vagy? Hogy kell írni? Nem tudom. Ja, így. Na, keres, bakker, keres. Jaj. Na. Nem ez. Kell nekünk egy másikat, érzem, jó. Így. Olyan kell, amivel bele tudunk spawnolni, ugyanis kocsikba is tudok rakni a modifikációt, hogy beleszpawnolhattok, miután meghaltatok, nitro, vagy épp tovább bírja a sebzést, vagy a motorja, ugyebár szerintem már láttátok itt az előző missziónál, hogy ki is tud gyulladni a kocsi, van a modifikáció, hogy tovább bírja a motor az égést. És akkor nem robban fel olyan hamar. Ergo. Most nem akartam fegyvert váltani, de szerintem fegyvert fogok váltani. Amen kezdenek nagyon az idegeimre menni. Hogy mennyi. Mennyi, haver. Na, lőj le, gratulálok. De menj már azzal a trabanttal, fiam, mire vársz a megváltásra, nem? Megy ki! Közben ilyen játékosokat soha nem értem egy gémbe se. Ott áll melletted és várja a megváltást. Ha látod, hogy én épp a fejemet verem a falba, akkor nem várod meg, míg szétverem a fejem a falba, hanem elmész az Isten... valamire, ahova kell. Zénektől agyfasz kapok, de komolyan. Ó. Most azért, hogy ott állt, szerintem ők is valamilyen jó durva 700 méteres távolságra vannak a ponttól. Tehát tényleg megérte utána állni. És utána persze jönnek utána. De miért mindig én nekem van ilyen szerencsém, hogy én utána jön? Na mindegy.
Oké. Oké. Elég nagyok, jók vagyunk. Hát itt már nem vagyunk jók. Általában a misszióknál nagyon nagy forgalom. De mondjuk minden játékban pont akkor vannak a legtöbben, amikor nem kéne. Azt hiszem az a kettő van egy klánba. Na igen. Nem baj. Egyet megölt. Úgyis saját zenéket is tudtok csinálni, tehát a kosztumizálás meg ilyen itt megint szabadjár van engedve, tehát mindent meg tudtok tulajdonképpen kosztumizálni, tetoválásokon keresztül, arcfestés, maszk, mindent, tehát minden megy. Maszkotok is lehet. Na, jöjj már le azzal a szarral. Azt én is granátom. Minden jöhetnek, jöhetnek hát. Oké. Nekem itt hallom, hogyha berúgják. Hát ezt bedobták. De hova tűnt a csapattársam? Nem itt volt? Na, mindegy. Ja, hogy meghalt. Ó, értem. Állj meg. Hát az engem nem érdekel, hogy kinek a kocsi a haver. Én is nekem... most kell. Kocsit is jó formán, akármilyen szinten tudtok kosztumizálni, tehát. Szerény véleményem szerint a játék, annak ellenére, hogy nem egy mai, a játékpiacon az egyik legjobb kosztumizáló rendszerrel van megáldva, tehát itt kb. Mindent meg tudsz csinálni. Tehát tényleg mindent, mindent, amit csak el tudsz képzelni, mindent jóformán. Tehát nincs egy olyan szín, egy olyan valami, amit ne tudnál. Hányan vannak? Egy van. Jó, egyet leadott. Hála magamnak. Hát ugyebár az én csapattársai megint el vannak valahol. Jönnek. És kérdés, milyen irányból. De öcsém, erre nézzé már. Úgy, hol? Nem mindegy az. És lelőtték. Beszarok. Beszarok. Ajajajaj. Sem tudok rámenni, bakker. Egy de potétó vagyok. Hoppa. Mit akarsz? Ha biztos jobban tudnák lőni, akkor ez meg lett volna. Nem állunk annyira rosszul. Annyira. Na. Egyes, jó. Még itt tök mindegy, hogy milyen fegyverre rohansz. A nagypapinál számít egyedül. Tehát, hogyha az van nálad, akkor lassabban fúrsz, de nincs olyan, mint a
Counter-Strike-ba, hogy ha pisztolya vagy, akkor gyorsabban szaladsz. De mennyi kell beléd, hogy bolonduljál meg? Na mindegy. Még ezzel a fegyver azért már kicsit jobban megy, amíg az, ez már jobban megy. De mindig nem az igazi. Rossz, hogy nincsen gránátom, de miért nincs gránátom? Haver, miért nincs gránátom? Miért nincs? Ja, már van egy üzenet, meghattam a gránát. Nem, micsoda, nem. De miért nincs gránátom? Ja, mert olyan hülye vagyok, hogy nem tettem be. Jó, gratulálok magamnak. Jó, ezért nem volt gránátom. Oké. Na. Így van be. Na. Szóval ezért nem volt gránátom. Mert úgy emlékezem, hogy megcsináltam a tutoriált, akkor igaz, hogy megcsináltam a tutoriált. Ohohoho, micsoda szexi kocsi. Éj, na. Ne. Nyom meg, elasz. Jó. Hát ez nem az igazi. Oké. Hát oké, megvan. Vannak ugyanúgy rakétavetők a játékban, tehát minden ilyesmi, minden nyala. Új. Új. Új, 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 új. Hát tudod, gyerek. Nem buta. Ami még érdekesik, hogy a játék van mind PC, mind pedig PlayStation-on. Szóval... Mikor a PS-re nemrég hozták ki, azt hiszem egy éve, Shots per KB a game-et, de... Nem tudom, nekem nincsen PlayStation-om, hogy őszinten legyek, nem is szándékozom venni. Még, ameddig nem lesz olyan game, amit nagyon akarok, és csak arra jön ki, ergo. Tegyük fel. Bajok vannak amúgy, haver. Nagy bajok vannak. Nagyon nagy bajok vannak. Tetőn nincs senki. Éjbazd meg. És lelő a... Jaj, Istenem. Amiért szeretném még mondjuk ezt a gémet, mert nagyon sok ilyet mondtam, hogy amiért, igen. Köszönöm szépen, hogy ismételem magamat. Hogy nincsen benne fejlővés. Tehát nincs az, hogy kapsz egy hitet és meghaltál. Még a legerősebb sniperrel is kell két lövés. Tehát egy sniper lövés, meg egy pisztoly lövés, vagy két sniper lövés, de a lényeg, hogy egy lövéses kill nincs. Aminek én örülök. Örülök, mert rengeteg játékban volt már úgy agyvérzésem, hogy egyetlen egy lövéssel öltek meg, és nagyon fel tudott húzni a dolog, őszintén. De ő még onnan rám látott, mi? Hát szerintem ez egy... Egy izé lesz. Ez egy izé. Ez döntetlen. És most ezt a dobozt, vagy nem is tudom, minek lehet azt nevezni. Le kéne szállítsuk.
a saját bázisunkra, vagy ők le kéne szállítsák az ő bázisukra. A miénk a kék, az övék a narancssárga bázis, de eddig egyikünk is jutott még sokkal előrébb, hogy őszinték legyünk így egymáshoz. És az a baj, hogy olyan szar helyre dob be a game, hogy még a halál is rám lát. Jó, kösz. Hát azt elviszik. Blöty. Ami nem jó, ami nem jó. Piszakó nem jó. Hát az beteszi, azt szerintem veszítettünk, mert nem biztos ki tudjuk onnan szedni már időbe. Na. Persze ők már itt vannak, az egész csapat. Szevasz. Jaj! Nem mondok szépeket. Ilyenkor van négy olyan kötő kérdés, ami a mi csapatunk hol van. De na, nincs ilyen költői kérdésem. Ezt bekempelték már. Kösz. Sem látok rá. Ja, mert már nincs itt. De. Okay. Aha. Se volt egy díjnyertes dobás amúgy. De nem látom, hogy hol van. Nem á. Á. Tuti nullos. Tuti nullos. Na nem baj. Ah, megint így mellett, de megint mi. Ja. Jó van, na. Ez is egy lose lesz. Na, mindegy, jó van. Ez már kicsivel jobbak vagyunk, mint az előző meccsben, de... De nem az igazi, még mindig nem az igazi. De! Jaj, jó. Nagyon be tudják emelni. Most nem tudom, hogy milyen helyet fogtunk ide, ez egy piszok jó hely, ha be kell kempelni, mert nagyon sok helyre el tudsz bújni.
És messziről meg ahonnan legtöbb irányba szaladsz, mind a... fedetlen. Hát a... Luzse. Luzse. Ez is egy luzse. Ők mennyi pénzt kaptak. Na, menjünk még egyet. Hát ha a következő. Hát ha a következő jobb lesz. Amúgy kéne nekünk egy alká. Meg kéne nézni, milyen fegyvereket lakkoltam ki. Nem lakkoltam ki alkát. De nem hiszem. Nagyon kell egy alká. Az alká az jó mondjuk mind közelre, mind ilyen távolra tulajdonképpen. Nézzük hát ha szerzünk egy alkát. Te velem jössz, nem? Mondjuk még van idő. Szóval nézem már meg. Nincs, nem lokkoltam ki, nézem már. Colbit meg shotgunt. Hát jó. Ez jó. Hát akkor még nem lokkoltunk ki. Alkát. Ó. Oh. Meg ami izé, játékon belül tudtok venni tulajdonképpen ilyen izé fegyvereket, tehát in real life money, megint olyan az a team, de csak lőjétek szét. Jaj, most el kell sprayelni. Oké. De a legtöbbik az mind ilyen reskin a játékban levő fegyvereknek, tehát nem erősebbek, nem pontosabbak, nem jobbak. Ugyanilyenek, mint a játékbeli fegyverek, csak tegyük fel nem AK, hanem M4. Ugyanaz a sebzés, ugyanaz a lövési sebesség, minden ugyanaz, különbség a név. Ez az egyetlen, ami. Nekem az egyik valódi pénzbe kerül, a másik meg nem. Oké. Akkor vannak még ilyen sprayer modifikációk, és például ennél a küldetés, hogy le kell sprayelni a falat. Van egy olyan modification, amivel gyorsabban sprayelsz. Tehát sokkal gyorsabban megcsinálod, amit kell. Oké. Mondjuk. Gyere már! Gyere már! Hát akkor lövöldözzetek egymás, amit mondja. Mert ezek már itt vannak. Igen, vannak az ilyen emberek, akik na leállnak lövöldözni, meg minden. Nem látom értelmét, csak úgy dísznek, hogyha nem az a missziód. Csak hogy veszítsd az időt, én nem látom értelmét. Jó. Van, aki tegyük fel, erre tesz fel mindent, hogy igen, na mert lőni kell, meg minden. Nem mondom, hogy nem kell, de mértékkel. Ezt el kéne foglalni, mi haver. El kéne. El kellene. Oké, sprayed.
kérdés, hogy jön ide valaki. Nem. Baj, hogy... Nincs. Oké. Fújta. Jó. Amúgy rengeteg az orosz a játékban, minden, de én azt mondom, hogy jó game. Én azt mondom, hogy aki szereti az ilyen GTA-s gémeket, ne, ne, becsukódott, ne, annak megéri kipróbálni. Szerintem ez egy ilyen, hát hamarabb megjelent, mint maga a GTA 5, és sokan is nevezték, úgymond az új GTA Online-nak, ergo régebben. Van hasonlóság a kettő között, az egész annyi a lényeg, hogy attól függ, hogy melyik frakcióval játszom. Szerintem rendőrként azért már nem adja meg azt a feelinget, mint a GTA-nak, de kriminállal igen. Mind a kettővel nagyon jó játszani, zsaruval is, kriminállal is, vagy bűnözővel. Már az itt nevezett zsaru az Enforcer. Na, itt is, na, kaptak külön megnevezéseket, ha nem ez a lényeg. Te nem el! Csak tudnám, hogy mit bambulok. Hol maradtam annyiban? Ezt is spawnoljunk ide. Jó, na, hol haltam meg itt? Erre. Ami még érdekesség, mondjuk, na igen, hogy itt, ha a rendőre játszol, akkor kapsz úgymond ilyen bénító pisztolyt, amivel ha leget lősz az illetőbe, úgymond elkábul, tehát így féltérdre hullik, nem lát, vagy látni lát, de a kezét a szem elé teszi, mint hogyha nem látna, és le tudod tartóztatni, ami még úgymond plusz idő, mire respawnol, tehát nem ölöd meg. A rendőrök úgy, tehát azzal több pontot kapnak, és így több pénzt is kapnak a misszióból, ergo. De kicsit nehézkesebb azt mondjuk megoldani, mert ameddig te megpróbálod letartóztatni az illetőt, addig téged is le tud lőni akármelyik másik. Pedig én hamarabb jöttem. Milyen szar fegyvered van? Jó. Tehát addig a másik le tud téged lőni, és ha letartóztatod a bűnözőt, akkor a társa pedig ki tudja őt szabadítani. Tehát... De időnyerésnek tökéletes, tehát ahhoz, hogy ti időhöz jussatok, az tökéletes, ergo már ameddig letartóztatod, az már egy kisebb animáció, még úgymond respawnol, az plusz még egy 10 másodpercig kb. Satsz per kb. Ott lesz még így legugulva minden, meg etc. Jó, ott be van csukva az ajtó, szóval ha jön, akkor az berúgja. Engem zavar az az illető, aki most fog itt majd jönni. Pedig, na mindegy, pedig telébe lőttem. Telibe kapta. Mondjuk az ilyen helyekre jobb a kisebb és gyors fegyver, mint amiket ők használnak, mert az enyém nem annyira gyors.
megvan a sebessége, de nem az a villám Spencer egy fegyver. De nem baj, mert így se vönk azért annyira csapnivalók. De valamit csak össze csapunk így. Nem látok, hogy itt felfogszal. Hát most már mindegy. Na, végre. Jó, végre azért nyertünk egy meccset. És nézzem már meg. Kilokkoltam végre az alkát? Mert nála kellett. Azt hiszem level 9 vagy 10-esen kapunk alkát tőle. És még pont itt is van közel. Minél többet játszottam, hogy egy bizonyos fegyverrel kapsz rá majd utána olyan lehetőséget, hogy modifikálható fegyvert is vehess belőle, amiben tudsz rakni, hogy kisebb legyen a célkereszt, kisebb legyen az accuracy, pontosabb legyen, távolabbra lőjön, gyorsabban lőjön, nagyobb tár vagy gyorsabban töltőtár, de ugye bár minden egyes buffnak általában van egy debuffja is, tehát ha több teszel bele egy tárat, amiben több a golyó, akkor több idő még újra tölt. Ha netán egy olyan tárat teszel bele, amivel gyorsabban tölt újra, akkor a golyó mennyisége csökken egy bizonyos százalékkal. Tehát úgy van megoldva, hogy valamit valamiért, és nem nyitottuk ki az alkát. Ne idegesíts. Tényleg hányos van? Várja, progression. Hogy 10-esen lesz, na mindegy. Benyomjuk ebbe a vidibe. Hányan vannak fent? 37, a 30. Hát ők a rendőrök és ők, hát akkor nyomjunk még egyet. Legyen meg az alkája végére. Legyen meg az alkája végére. Van nekem is egy fajta alkám, de ez nem annyira tetszik nekem, meg sniper, meg minden, de hát ezek a sárga fegyverek, amiket láttak, ezek úgymond fizetős fegyverek, de ezek semmivel se tudnak többet, mint a ZD fegyverek. De nem fizetősök, csak másképp néznek ki, ergo. Na, ha vagyunk egy páron. Oké, hát ez megint buli lesz. Na. Csak ugye bármivel mondtam, hogy ez egy kezdő kriminál. Nem, nincs még nagyon sok fegyverem unlockolva vele, szóval. Oké. Okay. Ui! Bocs. Hát ez majdnem. És nézd meg, hogy jó, megaszontuk. Jó, hogy ők meg ott vannak, az jó. Ez azért nem olyan nagy távolságú fegyver, amire azt mondanám, hogy pont odaig jó. Ott van még, gondolom. Ott ha. Kösz.
Podgoszfon. Na, van egy magyar is a videónkban. El az. A Modovent Pettike 96. Hát ő csak lehet, hogy magyar. Na mindegy, akkor látjátok, hogy vannak magyarok is a gameben, nem csak oroszok. Szóval nekem most itt át kéne szaladni úgy, hogy nem halok meg. Elsősorban. Másosorban le kéne kérjem a kocsimat úgy, hogy nem halok meg. Hát az nem fog... De, jó, siker. Jó. Jó, azért az ilyen úgymond szürke vagy hát ilyen ghost szellem embereknek, tehát kocsival be tudnak trollkodni, de ölni nem tudnak. Most mondd meg nekem, hogy ne. Aj, de. Mondd, ez direkt csinálod. Hát, jó, voltak egy párom. Voltak egy páron. Houston. De nem baj. Nem tudom, akkor hogy... Kéne egy nagyobb hatótávú fegyver. De... Tényleg másodlagos fegyveremből nincsen semmi jó, csak egy kis pisztoly. Hát akkor marad ez. Ja. 3/10, te Jézus, a gyógyist! Te szentséges, szentségtelen. Hát egy mánod femom, ez nem kecsegtető. Magaslatról ugyebár nagyon szépen lehet lőni a másikat. Elbúj... Ja. Ő nincs. Jó. Hát... nagyon kellene az alká. Ez nem annyira pontos. Én meg sniperezni nem tudok, hogy őszinte legyek. Ó, bakker. Nagyon kéne az az alka. Ami a zentek a játékban az egyik legjobb fegyó. Én akármikor lazán azt mondom, hogy az egyik legjobb fegyó. Jaj! 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 Én bátran mondom akármikor, hogy az egyik legjobb fegyver a gamebe. Ha megfelelőképpen tudod használni, mondjuk akkor mindegyik. Meg ha ki tudod küszöbölni a gyengeségét, úgymond. Jó. És az a... Na, gyere! Szevasz!
Jó, hát ezt lőhetted, haver. Lehet amúgy kemény drifteket nyomni ebbe a gamebe. Megfelelő kocsival. Nye. Nye. Jobb. Jó. Ezt a minden micsoda drifteket nyomunk itt. Havi... Oppa, 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 oppa. Ez a miénk? Miénk. De ez már nem a miénk. Szia, Bettika. De miért engem... Kilő? Kilő. Kilő! Szevasz! De ne lőjél már! És hát balé! Jöjj! Ez oltári volt. Ez kemény cucc. Oppa. Kellene egy kocsi. Amúgy. Amúgy... Berakjuk ezt, és ennek berakjuk ezt, így. És akkor sem be tudnak spawnolni. Kicsivel többet bír, mint az alap Vegasom. Szóval megéri őt hozni. És tudtok az ilyenből is egy hatalmas tankot készíteni végül is, mert lehet ilyeneket csinálni. Jézusom! Jaj! Na, el nem nyomtad végig. Final stage. Ja, cooldown itt fent mutatja itt. Na. Akkor jön ki rá. Ja, hát jó. Nem pont új sült el, ahogy gondoltam. Jó. De nem igaz, hogy nem tudunk elmenni erről a szerencsétlen helyről, haver. Jó. Kösz. Kösz, most nem tudom használni a kocsit. Szállj ki. Kicsit pukkant. Na. A minden kocsit meg tudtok csinálni a gameben, még magyar rendőrautót is lehet kosztumizálni tulajdonképpen. Régen láttam, manapság már nem nagyon, de régen láttam tényleg. Tehát mind olyan szépen rá volt írva, hogy rendőrs ég. Magyar címerrel mindent, tehát piszakul megcsinálták az illetők. Az illető, aki készítette. Tehát le a kalappal, hogy amúgy tényleg a gémen belül milyen kosztomizálást kínál neked a játék, és miket ad a kezedbe, tehát csak a fantáziát szab határt, ergo, semmi más. Oké, okay. Hát nem pont itt terveztem, de jó. Amúgy nem hittem volna, hogy ennyiben meghal. Esélytem volna, hogy ők itt meghalnak.
Most mi van? Hol vagytok? Hogy ott van a mi bázisunk. Ja, I see. Jó. Jó, végül is jó. Meghaltak, ez a lényeg. Ez a lényeg. Gondoltam, hogy rám néz. Jó. Hagyjál béké. Felmer jönni? Jó. Tudom, ez köcsög volt tőlem, de... Fel tudom őket tartani. Sniper-e van? Az. Hányan vagytok? Hát mindenki innen jön. És mindenki onnan jön, hát ezt nem hiszem el. Nem, van egy, aki ilyen minden jön. És elő a másik. De miért olyan szépe beszaladta volna? Miért? Oh. Anyád lett volna apád születésed napján. Nos már. Na. Egy piszak jó, szexi hosszú videó, ez nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Jó, nyertünk. Hát nem én kaptam legtöbb manit, de nyertünk. Megvan az AK elméletileg. Megyünk is, megnézzük. És ugye már amikor egy kontakttal eléritek a max szintet, akkor a legtöbb esetben, amennyiben még nincs meg az összes kontakt, kaptok egy újat. És minden egyes kontaktnál mást tudtok a legtöbb esetben ki unlockolni, bizonyos fegyvert, bizonyos kocsit, bizonyos modifikációt, lehet ez mind csak vizuális, mind minőségi, vagy hát nem ez a legmegfelelőbb szó rá. Használati. Általában a legtöbb üzenetet, amit küldenek az NPC-k, az ilyen blabla. De na. És nézzük. Igen. És kétfajta AK van a játékban, van ez, meg van a normál seggű. A normál seggűt nem is tudom, hogy kitől lehet ki lokkolni. Mi látjátok, na tőlem áll, akkor már lehet ruhadarabokat, olyan fegyvert, amiben már van kaszatka, például ez van név, már azt jelzi, hogy már van benne egy plusz. Nem tudom mennyit pont, hogy most ilyen modifikáció van benne, de már van benne egy alap modifikáció, amit nem tudsz kicserélni, és ha még egyszer itt kezdesz előni, norba verlek, fiam. Na, köszönöm. Vannak ugye, akkor csak clothing, tehát csak a ruhát nézed meg, itt legtöbb esetben meg tudod nézni előre, hogy néz neki a karidon, neved meg hiába. Itt vannak a modifikációk, amit mondtam. Mennyire pontos, mennyire legyen gyorsabb. Itt van például a gyors tározás, a 3 szintű 40%-kal csökkenti a tározási időt, de viszont 25%-kal kevesebb lőszer lesz az adott fegyverbe. Kocsik, és van minden fajta. Brum brum. Már én ezt bírom, ez a kis görcsöt. Úgy repeszt, hogy el nem hiszed. Tehát vannak itt.
Tehát vannak azért kicsit modernebb kocsik is, csak nem csak azok a zék. De itt is, mint a legtöbb játékban, vagy mint a GTA-ban, nincsenek a kocsiknak meg az eredeti nevük, más nevet kaptak. Na, hát de ennek mindegynek megvan a kis izéje, és vehicles, és akkor itt van még ez, ami úgymond már kicsit modernebb tütű. Feltéve nekem is normálisan betűtni, és nem lenne ilyen pixeles a kerek, akkor jobb lenne, szerintem már láttátok most ebbe a videóban, amikor egy párszor megjelent. És akkor itt írja, hogy Waterfront és Financial. Ezen a két pályán tudtok játszani, ahol missziókat tudtok csinálni, vannak még más pályák is, de csak szimplán killelni kell végül is, annyi a cél. Deathmatch pályák tulajdonképpen. És akkor ennyi lenne a kis rövid, hát igen, egy órás rövid bemutató, és látjátok itt is már több cuccot kapunk, kocsi, fegyver, mindeneket, mindent ki lehet, és egy Plesto Strega Blood Rose, itt nem muszáj elmenni az illetőig, erre rámentél, ezt kiixelted, és itt fent bal oldalt már látjátok is, hogy ő van bent. Na, és akkor remélem, hogy tetszett ez a videó, remélem egyesekben felkeltettem az érdeklődését eznek, ez a game iránt, mert szerintem egy próbát megér, aki szereti az ilyen lövöldözős, jó, egy bármennyire negatívum, hogy nincsen benne FPS, amikor snipert használsz, mondjuk akkor van minimálisan FPS, akkor csak ezt a célkeresztet látod, már itt karidat csátod itt bal oldalt. De hát na, kinek mi, ki mit szeret, ez ilyen Fortnite izé, ha third person gameplay, ergo, de ezt leszámítva szerintem tök jó kis game-en lehet vele lenni. És akkor kb. Ennyi lenne. Remélem tetszett. Mind a videó, mind a game. Remélem, hogy egyre több játékos látok benne, ugyanis megérdemli. Jó 2000... Nem akarok, az utána 2010 óta megy. 2011. De nem egy mai game, tehát egy jó 10 éves megvan a game, tehát, és főleg, hogy ez az APB Reloaded név, előtte volt APB Reloaded szimplán, csak akkor csődben, bizonyos okok miatt, és megjelent a Reloaded kiadás. Na, de én nem pofázok tovább, mert mindjárt másfél órás lesz a videó. És akkor ez a vidi ennyi lenne. Remélem minden tetszett, amit láttatok benne. És akkor köszönöm, hogy megnézted, megnéztétek, és a következő részig is, vagy következő videóig is, hellóztok!